fölvel, tehát hogyha így, ez így szintű. De vigyázz a kábeleidre, mert szétrágta a terminálunk kábelét egyszerre. Na hát köszöntünk benneteket, kedves Oxygen Music lájkolók és kedvelők. Itt vagyunk a Levendula portán, és egy nagyon kedves és szívélyes fogadtatásban részesültünk. Mint ahogy láthatjátok, teli vagyunk itt állatokkal, egy kutyus és egy tyúk fogadott bennünket, igaz, Áki? De hogy mit is lehet tudni magáról a portáról és a helyről, meséljetek nekünk egy picit, légy szíves, Tibi. Ez egy pici családi méretű farm, ahol állatokat tartunk, növényeket termesztünk, a termékeket feldolgozzuk, és itt helyben vagy egy közeli piacon értékesítjük, illetve van itt egy reggeliző telasz, ahol lehetőség van ezekből a termékekből fogyasztani is, és lehetőség van még hozzánk programokra is eljönni, vannak különböző programok. Az egyik ilyen egy farm bemutató, amikor körbejárjuk a farmot, a végén van egy termékkóstoló, illetve közös sajt készítése is van lehetőség, illetve hogyha van egy egyéni igény, azt is ki tudjuk elégíteni. Na, hát akkor most nézzük is meg, hogy hogy zajlik egy sajtkészítés. Tartsatok velünk! Ugye a meleg tejet megalvasztottuk, elkészült az alvadék, ez látszik is, rátettünk egy villát, gyönyörű szépen megtartja, és most következik az alvadéknak a fölvágása, és ez egy alvadékvágó hárfa, ezzel szépen óvatosan fölvágjuk az alvadékot. Rögtön lehet érezni, hogy sikerült, mennyire fogja meg a hárfát. Ez az alvadék most azt tudom mondani, hogy nagyon jó, szinte alig tudom mozdítani benne a hárfát, hogy ugye innen megyünk tovább, ez az állag, és ebből fog készülni a gomolyasajt. Oké, most elkezdjük kiszedni szűrőkbe. Én is csinálom közben. Mert ez össze fog esni. Aha, ebből mikor lesz akkor fogyasztható? Ez délutánra lehetett, sőt egy-két óra múlva fogyasztható, teljesen rendben. Na, így kinyomkodjuk belőle a híg részt, valamennyire szárazabbá tesszük. Na mondjuk az látszik, hogy én még sosem csináltam ilyet, mert Enid már a másodikat készített el, én meg ja, még mindig az első tömködöm. Nem baj, ezzel mi úgy vagyunk, hogy minél gyorsabban készítsük el, legyen meg, és aztán jött a következő munkafolyamat. És akkor ezt csak így ráhelyezem. Igen. De nyugtassatok meg, akkor ti is szeretitek mindannyian a családban sajtot. Persze, fogyasztjuk, bár nem úgy, mint eszetlenül esszük, hanem fogyasztjuk. Uh-huh. Oké, okay, most akkor ez a fűszeres lesz. Aha. Orda, pannakotta. Tessék? Az a pannakotta. Ricotta. És időközben én meg már elkezdem forgatni őket. Ugye már ki is alakult a formája ilyen hamar. Ugye a só az két fontos szerepe van, az egyik tartósít, a másik jó íz van neki. Láthatjátok, hogy elkészültek a sajtok, mind a natur, mind a fűszeres, és most egy egészen elképesztő és nagyon-nagyon izgalmas programra invitáltak bennünket, úgyhogy gyertek, tartsatok velünk továbbra is. Na, hát napzárásként meg eljövünk egyet traktorozni. Gyertek, nézzétek meg. Régit vagy újabbat? Melyik néz ki jobban? Ez például zseniális lenne. Azt a begyárját! És akkor itt lehet vele járni. A váltótól előre egyesével. Nem? Vagy csak úgy én érzem? Balra jó kanyarodik, azt mondtad. Hegymagasból búcsúzunk tőletek. Köszönjük szépen Tóth Gyurinak és a csapatának, hogy kipróbálhattuk ezt a traktorozást. Ti pedig ne felejtsetek el játszani, maradjatok velünk. Pénteken találkozunk a sorsoláson. Ciao, sziasztok!